Sziasztok! Ábránd vagyok! Üdvözöllek benneteket a Vojtina Bábszínház e heti hétfői bábosházi tévé adásában. Mindenki kuckozzon be, gyorsan csináljatok egy finom meleg kakaót, és indulhat a mai mese. Petőfi Sándor, a helység kalapácsa. Szeretnek az istenek engem, rémítő módra szeretnek. Megajándékoztanak ők oly ritka tüdővel, mely a csatavészek világrendítő dulakodásait illendően elkurjantani képes, s melyet tőlem minden kántor irigyel. És hogy férfi legyen, méltó-e tüdőhöz, lőn az égi hatalmak irántami hajlandóságából a széles tenyerű feje nagy, a helységi kovács. Vagy, mint őt a dús képzeletű nép költőileg elnevezi, a helység kalapácsa. Ti, kik erős lélekkel bírván meg nem szeppentek a harci morajtól, halljátok szavamat. De ti, akiknek szíve keményebb dolgoknál a test alsó részébe hanyatlik, ó, ti kerüljétek szavamat. Ámen. Szólt az áhítat szent hangján a mennyszolgája. És az egyház négy fala, régi szokása szerint, komolyan mondotta utána, hogy ámen. A nép pedig, amely esti imára gyülekezett a szent egyházba, azonnal elhordta magát. A becsukott templomban csend lett. Nagyobb csend nincs a mocsárok partjainál sem, mikor a gém, bíbic s béka elalszik. Csend valahát. Oh, de mi szörnyű zaj, mi lárma riasztja egyszerre az egyház temetői nyugalmát? Mennydörgés? Vagy kásának forrása fazékban? Nem. Ott ember hortyog. Egy zugban két öklére hajolva alszik, hanem íme fölébredt, miután elhortyantotta magát. Ásít. Szemeit dörzsölve körülnéz. Lát és sejt. Sejtése pogány. Megy az ajtóhoz, megrázza kilincsét. És rázta hiába. Éles eszével átlátta azonnal a dolog állását, és ezt mondotta. Bezártak. S még egyszer mondotta. Bezártak. Hogy szabaduljak? Kiabálni potyára. Ha hogy ordítanék is, meghallani nem volnának képesek a falu béli fülek, mert innen a helység majd fél órányira fekszik. Leugorjam az ablakon által. Hát az igaz, gyerkőce koromban a cseresznyefa legtetejéről gyakran ugrottam alá, ha csőszagot érzék, de az régen volt, s ha leugornám, nyakamat szegnék, vagy más bajom esnék. Így főzte a gondolatok seregét feje bográcsában a bölcs férfiú. Mást kell kitalálnom. Vagy itt húzom ki az éjet, s az nem lesz mód nélküli mulatság. S komoran nézett a híg levegőnek egy pontjára. Megvan! Ha-ha! Megvan! Rikkanta, s komoly orcájára derüljött. Mint kiderül példának okáért a föld, amikor a nap letépi magáról a felhők hamuszínponyváját. Megvan! S a kíváncsi világ azt kérdi, mi van meg? Hegyezd füledet, kíváncsi világ, mert megvagyon a szabadulás terve. Jeles terv, illő íj okos emberhez. Sikerülni fog, és sikerülnie kell, mondá a szentegyházi fogoly diadalmasan. A toronyba megyek fel, és a toronyablakon által leereszkedem a harang kötelén. Te, ha megkondul, majd úgy intézzük a dolgot, hogy szólni ne tudjon. A kötél jó hosszú. Míg a bölcs férfiú tervét teljesülés koronázza, pihennénk tán egyet. Aztán újult erővel térjünk a tettek más mezejére. Regényes domb tetejében, a helység nyugati részén, környékezve csalántós, a növények több íj ritka nemétől, áll a díszes kocsma,
amelyet sajátjának nevez Isten kegyiből, és egykori férjének szorgalmából a szemérmetes Erzsók asszony, mint őt nevezék. Erzsók asszonyom ékes, holdkerek arculatán, ahol még csak 55 év lakozik, az örökös hajnalnak pírja dereng, s innen ez elnevezés. Vannak ugyan, kik állítani merészek, hogy Erzsók asszonyom arcát nem a szende szemérem, hanem a borital festette hasonlóvá a hajnali pírhoz. De ezek csak pletyka beszédek, mert Erzsók asszony nem is issza a bort. Csak úgy önti magába. Ilyen a rágalom aztán, ó, ezelőtt nincs szentség a föld hátán. Bájos vala ő, mint a pipacsból font koszorú. És ennek okáért látogatá őt az egész falu népe oly szorgalmatosan, el annyira, hogy be se nézett más kocsmába. Az igaz, más kocsma nem is volt a faluban. Jelen volt közepette a vendégek seregének a helybeli lágyszívű kántor, torkának szárasságával, s szerelemvágyas kebelének tengerkínjaival. Őt ugyanis a szemérmetes Erzsókért öröműző lángok emészték. Nem maradott el a béke barátja, Bagarja uram sem, a csizmacsinálás érdemkoszorúzta művésze. Oldala mellett a bort szörpölte harangláb, a fondor lelkületű egyházfi, ki, mikoront a Bagarja uram e kérdést terjesztette elébe, hát feje nagykoma hol lehet? Így hallatta a választ. Ott van, ahol van, hanem itten nincs, s ma alig lesz. És miután ezeket mély titkú alakkal elmondotta, kiprémzé szája vidékét sátáni mosollyal. Megnyílt a közben az ajtó, s széles lett az ő nyílása, mint szája a helybeli kántornak, mikor éneket énekel a soksípú orgona mellett. S ki volt, ki az ajtót kinyitotta imigyen? Nem más, mint a vitéz Csepü Palkó, a tiszteletes két pej csikajának jókedvű abrakolója. Jöttek nyomban utána a hangászkarnak tagjai hárman. A kancsom hegedűs, a félszemű cimbalmos és a bőgő sánta húzója. Föltelepült kényelmesen a kemencének tetejére, miközben vitéz Csepü Palkó így adta bizonyságát ékes szólási tehetségének. Bort! Fölfogta azonnal a szemérmetes Erzsók e szónoklat magas értelmét, s eszközlé annak teljesülését, nem fontolva haladván. Miután a vitéz Csepü Palkó az orra alatti nyíláshoz emelte a kancsót, és miután mértékletesen egyet kortyanta belőle, körülbelül annyit, amennyivel 5 vagy 6 ürgét lehetne kicsalni lyukának mélységeiből, annak utána íjféle szavakkal terhelte meg a levegőnek könnyű szerkezetét. Húzd rá, Peti, a fűzfán fütyülődet is, aki megáldott! S Peti nem késett. A háromság más kettejesen. Cimbalom és hegedű és bőgő hangot adott. És lett a zenére a szemérmetes Erzsók termében nagy vigalom. Szérről a béke barátja Bagarja, s harangláb a fondor lelkületű egyházfi ültenek, ittanak egyre. A helybeli lágyszívű kántor még mindig pislogatott a szemérmetes Erzsók 55 éves bájaira. Arculata lelkitusának volt tükrözője. Látszik, hogy valamit akar, és nem akar. Vagy inkább, hogy valamit merne, ha merne. Mikor a meglátta harangláb, a fondor lelkületű egyházfi, hogy a lágyszívű kántor se szél, se szalma, hozzája vonult, s így szókat lát a helyesnek intézni a késlekedőhöz, bátorításnak okáért. Ó, kántor uram, hát elmegy a nap, megjön az alkony, utána az éj, mielőtt ügyesen szőtt tervünknek drága gyümölcse megérik. Gondolja meg azt komolyan, és nem csak úgy át a botába, hogy századok adnak terv kivitelre egy ilyen pillanatot. Rajta azért, ó kántor uram, most vagy sohasem. Miért engedni helyet kebelében a félelem érzetének? A helybeli lágyszívű kántor egyebet nem válaszola, mint ami következik. Ó, te tudója szívem titkának,
Igaz, egy betűig tartalma beszédidnek. De amint van okom nem hordani többé a titkolt szerelemnek életölő fájdalmát, szint úgy van okom elfolytani lelkem mélységes mélyében a titkot. Ha az emberek itten észre találnák venni, avagy ha pofon vág a szemérmetes Erzsóke szörnyű merényét, hát feleségem, az Amazon természetű Márta, ó, én a legboldogtalanabb valamennyi teremtmény közt. Olyan az én lelkem, mint a Duna legközepében a szélvész hányta deregje. Hánykodik erre, amarra. De bátorság? Aki nem mer, nem nyer. Ó, szólj erre, harangláb, mondd meg nekem, úgy van-e vagy sem? S őszintén szól a harangláb, mondván, úgy van, kántor uram. No, ha úgy van, hát neki vágok. S ezzel a helybeli látszívű kántor fölemelte, s letette a kancsót. Csak hogy, mikoron fölemelte, csordultig valahaz, és amidőn letevé, üres valahaz. Annak utána a látszívű kántor kétségbe esett elszántsággal, mint aki hidegfürdőt életében először használ, odarontott a szemérmetes Erzsókhoz. Ó, nagyon is jó szívű közönség! Ha szépen kérlek benneteket, ugye nem fogtok haragudni rám, hogy a helybeli lágyszívű kántornak szerelemvallásától drága figyelmeteket a templom tájékára csigázom, hol a leleményes eszű fogoly éppen mostan ereszti magát lefelé a harang kötelén. És íme leért, és kutya baja. Már este felé volt. Lem volnék, hála a mennyek urának. Most egyenest a szemérmetes Erzsókhoz. Ó, szemérmetes Erzsókom, szívem műhelyének örök árendása te, nem de vársz epekedve reám. A szerelem lesz sarkantyúm, hozzád rohanok, mint a malacok gazdaasszonyaikhoz, ha kukoricát csörgetnek. Még be sem fejezé költői beszédét, s íme rohant a szemérmetes Erzsókhoz, mint a malacok gazdaasszonyaikhoz, ha kukoricát csörgetnek. Amidőn megfogta kilincsét a kocsmai ajtónak, ketyegett hő szíve erősen üdvkélyek gyönyörétől. Amint benyitott a terembe, a tánc még egyre dühöngött. Csak a béke barátja bagarja vevé őt észre, s őszinte örömmel idvezlette kiáltván. Jó napot adj Isten, feje nagy koma! Hát kelmed is eljött! De a széles tenyerű feje nagy, a helység kalapácsa, a jó napot adj Istenre nem mondott a fogadj Isten. Nem mondott semmit. De nem is hallott a beszédét bagarja komájának. Dehogy hallott. Dehogy. Ő csak látott. Ó, miért kellett látnia ekkor? Miért nem született vakon inkább? És általjában miért született? Ott látá térdeplésben a helybeli lágyszívű kántort a szemérmetes Erzsók 55 éves lábainál. E látványra szívét, tiszta szerelmű szívet, pokolbeli kínnak 136 ezer bicskája hasította keresztül, s fölgyújtá agyvelejét a haragnak cintmasinája legott. Mint prédájához a macska. Zajtalan léptekkel, s szeme égő üszkével sompolygott a lágyszívű kántor háta mögé, aki titokban gyötrődő szíve érzelmét ekép foglalta szavakba. Szemérmetes Erzsók, koronája az asszonyi nemnek, s kezelője a bornak, s a pálinkának. Lesz-e engedelem számomra szívedben, ha lelkem tartalmát előtalálni merészlem? De nekem már mindegy, akár van, akár nincs engedelem számomra, kimondom. Nem holmi cikornya beszéddel, de az érzés egyszerű hangján. Keblem kápolnájában a hűséges szerelemnek az öröklétnél férrő fel hosszabb gyertyája lobog, szent lobogással. S éretted lobog az, ó szemérmetes Erzsók, s ha meg nem koppintod a viszont szerelem koppantójával, el fog aludni, és vele el fog aludni életem is. Mondja ki szűz ajakat, a reménység zöld koszorúja övedze-e homlokomat,
vagy a kétségbeesésnek bunkós botja üssön agyon. Én ütlek agyon! Én vagyok a kétségbeesés! Szólt. Nem. Menny dörgött egy hang, a széles tenyerű feje nagynak hangja. S széles tenyerével megragadá a lágy szívű kántor gallériát, s fölemelte a térdeplésből, hogy talpa sem érte a földet. Aztán meg letevé, hogy az orra is érte a földet. Én ütlek agyon! Én morzsolom össze csontjaidat, mint a malomkő a búza szemet. Hogy mertél? De előbb téged vonlak kérdőre, ó Erzsók. Mondd meg nekem azt. A hűtlenségnek fekete posztaja? Vagy az ártatlanságnak patyolat lepedője takarja el lelked? Ó, szólj nekem erre! Ó, széles tenyerű feje nagy, helységünk kalapácsa, s csapra ütője szívem hordójának. Még kétkedel? Ártatlan vagyok én, mint az izé. Lelkem lelke, bocsáss meg, hogy kételkedni merék hűséged acél láncának álhatatosságában. Most pedig, ó kántor, téged veszlek elő. Készülj a meglakolásra, rémséges leszen az, valamint rémséges a bűn, amit elkövet. Példádon okuljanak a késő unokák, hogy kell csábítani az ártatlanságot, hogy kell konkolyt hinteni két szerető szívnek tiszta búzája közé. Miután a nyelve megállott, két keze kezdett mozgani a széles tenyerű feje nagynak. A helybeli lágyszívű kántort úgy ütögette a földhöz, mint a gyertyát mártani szokták. A helybeli lágyszívű kántor bőgései közben íszókkal esengett a helység kalapácsához. Csak addig várjon, amíg egy szócskát, egy kicsiny szócskát mondok, aztán verjen kelmed agyon, ha jónak látja. Beszéljen, kántor uram, mentse magát, meghallgatom én az okos szót minden időben, mentse magát. És a helybeli lágyszívű kántor így mentette magát, heverve a földön. Bűnös vagyok, egyrészt nem tagadom, mert megszeretém lángzó szerelemmel a szemérmetes Erzsókot. De szerelmemet én titkoltam volna örökké, ha nem veszi észre harangláb. Ő észrevevé, s bújtott a tüzem. Ő volt, ki midőn ma az isteni tisztelet alkalmával kegyelmed az álomnak karjába hajolt, ezt javasolta nekem. Zárjuk kelmetre az ajtót. S így zárva levén, ma baj nélkül tehetem hódításaimat a szemérmetes Erzsóknál. S én, Balga, szavát fogadám. Mindezeket mondá a helybeli lágyszívű kántor a megbánásnak örömtelen hangján. Mint megfordul a részkakas a templom tetején, ha más tájról kezd fúni a szél, úgy vet más fordulatot a széles tenyerű feje nagynak lelke, s irányt, mikor e szók érinték füle dobját. Mit szól Kend erre, harangláb? Igazolja magát, Kend, vagy akép vágom fültövön, hogy azonnal megsiketül bele? Oda áll a harangláb, a fondor lelkületű egyházfi, s rendületlen nézve szemébe a széles tenyerű feje nagynak, így bátor szókra fakadt. Igazolni fogom magamat, nem mintha remegnék a Kend fenyegetéseitől. Jobban felkösse gatyáját, akitől meg kelljen ijednem. Érti-e Kend ezt? Mindig az, amit kántor uram szólt, aki úgy mellesleg mondva gyáva, haszontalan ember, hogy oly pimaszul rám vallott. Én bújtogatám őt, hogy csapja el a kelmet keziről a szemérmetes Erzsókot, mert én Kendet utálom, mint a kukorica gölődint. Ugyanúgy-e? Bizúgyám. Hát Kend azt gondolja talán, hogy én Kendet szeretem avval a macska pofájával. Micsodával? Avval a macska pofájával. Macska pofámmal? Hát te sündisznó, aki kovácsnak tartja magát, pedig holmi cigánytól tanulta meg a kalapálást,
Hát még mesterségemet is gyalázni mered? Te hitvány templomegér! No megállj, majd megkalapállak! És úgy megütötte öklének buzogányával a fondor lelkületű egyházfira korrát, hogy vére kibudjant. Erre harangláb ügyesen leütötte fejéről a kucsmát, megkapta hajának fürtözetét, s oly istenesen kezdette cibálni, mint a harangkötelet. Ez iszonyú látvány megragadá gyöngeit, idegét a szemérmetes Erzsóknak, s szegényke az ájulat örvényébe bukott. Bagarja, a béke barátja, fölemelte szelíden, s ápolva tevé őt az ágypárnái közé. Élettelenül feküvék ott, mint a lepuskázott vadlúd a tó közepén. De most jön a haddelhad. Amidőn a vitéz csepi palkó látá, hogy komolyabb kezd lenni a dolog fordulata, feje nagynál terme serényen, s magát Frigyes társának ajánlá. Ne féljen semmit, mester uram! Itt vagyok én is! S ezzel nekiugrék a fondor lelkületi egyházfinak, hátán termett, s kezdte püfölni. Nem bírt a harangláb csepű palkónak terhét, s összerogyott. De véle rogyott a helység kalapácsa is, mivel üstöke mindig marka között volt még. Nagyszerű volt ez esés, s lett rúgás, harapás, fejbetörés, vérontás, és a többi. A jányzók pedig elvonulának a kocsmateremből, mint elvonul a napnak sugara, ha zivatar támad. S elkotródott a jányok után a béke barátja Bagarja. Merre, Bagarja uram? Ó, merre szaladken gyors szaladással, mint a kugli golyób is? Hát férfihoz illik megfutamodni a harci veszélytől, lemondani a csatabajnak hősi jutalmáról, a dicsőség tölgykoszorújáról. Ne kárhoztassuk a jámbort. A gondviselésnek választott embere ő, ki elhárítani termett a végpusztulást falujáról. S könnyű inakkal iramlott az öreg bírói lakáshoz, melynek előtte méltóságosan állott a kaloda. Bagarja, a béke barátja, alva találta a kevés szavú bírót a bölcs aggastyán. Ottan feküvékez testének egész hosszában a pamlagon. Bagarja uram megdöfte az oldalbordáját, hogy az álom sűrű ködét szétoszlassa szeméről. De korán sem volt ez olyan könnyű munka, minőnek első látásra talán gondolja az ember. Soká bajlódék véle Bagarja, míg fölnyílt az egyik szeme nagy nehezen, s lelki nyugodtsággal kérdezte. Mi baj? Baj van, bíró uram, és nagy baj, csak talpra, de gyorsan, ha azt nem akarja, hogy vége legyen helységünknek, vége örökre. Kiütött a háború és dúl, a szemérmetes Erzsók csapszékelőn a csatatér, az egész falu népe egymást kaszabolja, hogy nézni iszony. Potyognak az emberek, mint a legyek őszi időben. A föld a kifutott vértől olyan, mint a vörös posztó. Tápászkodjék föl, bíró uram, és menjünk szaporán, mert csak bíró uram az, ki követ gördíteni képes a rohanó romlásnak elébe. A bölcs aggastyán, fölnyitva szemének másodikát is, e kérdést látá szükségesnek. Hát menjünk? Pedig tüstént, volt a felelet. Nem bánom, szól a szokott nyugalommal a bölcs aggastyán. S miután új ködmöne rajt volt, és botja kezében, útnak eredtek. Szomszéd volt a kevés szavú bíróhoz, a hivatalában pontos kis bíró. Beszóltanak ehhez az ablakon által, és mondták, jönne velük. S szót fogadott a hivatalában pontos kis bíró, bár nem nagy örömmel, mert legszebb kettöltésében zavarták, éppen feleségét verte. Mikor a kántornak elébe jutottak, az amazon természetű Márta szomszéd néjával akkor végzette pörét. Mely onnan eredt, hogy a rossz lelkű szomszédné egy tyúkját agyonütötte, mert ez mindig az ő csirkéi közé járt, s elette előlük az árpát. Amidőn a béke barátja tudtára adá férjének csínyját, szólni akart. De a szó
elakadt gégéjén. Szeme vérszínű lett, s arculata kék, és reszkete minden tagja, s bőszülve kiálta: utánam! Amidőn a kevés szavú bíró, a béke barátja Bagarja, a hivatalában pontos kisbíró, s az amazon természetű Márta elértenek a csatahelyre. Iszonyú vala a látványlátása. A kemence lezúzva, tört asztalnak s tört poharaknak romjai lepték a véráztatta szobát. S a vérnek közepette, busongva tűnődött egy leharapott fül. Az amazon természetű Márta hős elszántsággal törte magát át a vívó tömegen, míg nem férjére talált, ki egy szögletbe vonultan, kínjában most is nyögve kucorgott. Ó, Hamlet, mi volt ijedésed, mikoron megláttad atyád lelkét ahhoz képest, mint megijedt a helybeli lágyszívű kántor feleségének látásán. Kezeit könyörögve kinyújtál az amazon természetű Mártához, de ez nem könyörült. Megfogta egyik lábszárát, és addig döngette, amíg csak a seprőnyélben tartott. Aztán ott ragadá meg haját, ahol a legjobban fáj, és elhurcolta magával. Az alatt a kevés szavú bíró a bölcs aggastyán lecsillapítá a harcnak fergetegét. A vérontásnak idője lejárt. Meghunyászkodtak a küzdők, a háború közkatonái elsompolyodának. A fondor lelkületű egyház fis, a helység kalapácsa bírói parancsra előállt, s mindkettő fölterjesztette ügyét. A kevés szavú bíró a bölcs aggastyán megdorgálta keményen a fondor lelkületű egyházfit, s a helység kalapácsát, mint kezdőjét a csatának, a hivatalában pontos kisbíró által kalodába csukott. Ott nyögi most fájdalmát hősünk a kalodában. Csak azzal vigasztalja magát, hogy elleneit megverte vitézül. S ha innen az Isten megszabadítja, megkéri azonnal a szemérmetes Erzsókot. Te pedig lantomnak húrja, pihenj. Nagy volt a munka, s bevégzed emberüle munkát. Én is pihenek babéraimon, miket a hírnek mezején borzas főmre kaszáltam. Mostan akár ma megássa gödrömet a sírású, bánom is én. Azért én élni fogok, míg a világnak szappanbuboréka szét nem pattan. Pislogni fog a hír mécsese síromnak koszorús halmán, mint éjjel a macska szeme.